Az Isten tisztelet után felvonulással folytatódott a 9. református találkozó. A nagy templomtól a szabadtéri színpadig sétált a tömeg szombat délután. A Reformátusok Szatmárért közhasznú egyesület idén már 9. alkalommal szervezett Szatmár határok nélkül református találkozót Nagyecseden. A magyar reformáció egyik fontos ősi helyszíne Szatmár vármegye volt, így nem volt kérdéses közel egy évtizeddel ezelőtt, hogy hol szervezzék a találkozót. Több busz érkezett a határ túloldaláról, több száz, legalább fél ezer erdélyi vagy párciumi magyar érkezett ide erre a mai alkalomra, templomot megtöltve, rendezvényteret megtöltve, és legalább ugyanennyien vannak most itt jelen a határ ezen oldaláról. És természetesen emellett fel tudjuk mutatni azokat az értékeket, amelyeket őseink itt letettek, ami alapján büszkén vagy bizton állíthatjuk, hogy élni fog nemzete hazán. Nagyecsed egy többségében református település. A lakosság közel 70%-a ehhez a felekezethez tartozik. Nagyon sok református vívmányokra vagyunk büszkék. Többek között, ha visszatekintünk az időbe, akkor valamikori ecsedi birtokosként, ecsedi Bátori István országbíró, aki mecénása és anyagi támogatója volt a Vizsgai Biblia kiadásának, az egyértelműen ecsedhez köthető személyiség. És hát a reformáció idején is jelentős vívmányokat ért el Nagyecsed. Nem utolsó sorban Nagyecseden található a környék legnagyobb református templom, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és minden mellett természetesen nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy számos határon túli református kapcsolattal bírunk. A megye egyik legkülönlegesebb hitéleti rendezvénye a Szatmár határok nélkül. Egyrészt azért, mert több száz református találkozhat Nagyecseden, másrészt pedig azért, mert a többi felekezet számára is nyitott a program, közölte Baracsi Endre, a megyei közgyűlés elnöke. Ennek a napnak pont ez a lényege, hogy amellett, hogy a reformátusokról, a református vallásról próbálunk beszélni, és próbálunk reformátusként élni, amellett természetesen nyitunk is minden más felekezet felé, és azt hiszem, hogy ez ökumené az, ami nagyon sokat jelenthet itt a világunkban is. Másrészt pedig, hogyha a hitéletről beszélünk, ugye akkor nagyon fontos az, hogy azt a hitet, amely bennünk él, azt próbáljuk meg tudni átadni másoknak is. Van ugye az ige is azt mondja, hogy légy hív, mint halálig, és elnyerd az életnek a koronáját. Hát ennek a szellemében történik a mai nap is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén külön készültek az ifjúság számára is. A színpadi zenekari fellépők és egy külön imasátor is várta a fiatalabb generációt.